A Bátaszéki Sportcsarnokban indult valójában újra a karate élet Magyarországon bő fél éves szünet elteltével. A Magyar Karate Szövetség által létrehozott új versenysorozat, a Liga Kupa annak nyitófordulóját ugyanis itt rendezték. A kétnapos versenyre a gyermekektől a felnőtt korosztályig 14 egyesület 300 versenyzően nevezett be. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a Magyar Karate Szövetség elnöke első embere Mészáros János is. A sportág vezetői a bátaszéki ese karate szakosztályának több évtizedes eredményes munkájának elismeréseként a vidéki fellegvárra bízták a négy fordulóból álló új versenysorozat nyitófordulóját, vagyis premierjét. A Magyar Karateszak Szövetség ebben az évben szinte minden rendezvényt törölt a versenynaptárából. Magyarországon ma nem rendezünk nemzetközi versenyeket, és a világban sem rendeznek, és hát a 200 eseményünkből csupán néhány tizet tudunk megrendezni egész évben, és ennek a pótlására indult útjára ez a VKF Magyar Liga nevű verseny, amiből négyet akarunk rendezni, és ennek az első fordulója itt került megrendezésre Bátaszéken. Nagyon fontosak, olyan helyekre visszük, ahol nagyon jó a versenyszervezői tapasztalat. Itt Bátaszéken a város, a Nagy Ákos mester, aki egyébként is nagy szervezője a karate versenyeknek, ő alkalmas volt arra, hogy megvalósítsa azokat a körülményeket, hogy biztonságos az egészség védő körülmények között valós, versenyszerű körülményeket hozzunk létre. Nem volt egyszerű feladat, hiszen el kellett kerülni a karate versenyekre jellemző zsúfoltságot, egyszerre egy időben csak három tatamin léphettek küzdőtérre, a versenyzők, a karatékák, a bírók és a versenybírók tartózkodhattak még közvetlenül a küzdőtér környékén. A nézőket is egymástól jól elkülönítették. Erre a versenyszervezésben nagy rutint szerző bátaszéki szervezők, mindenekelőtt Nagy Ákos, szakmai és klubvezető szigorú kontrolljának betartásával nagyon odafigyeltek. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen ívós rendezvény ilyen komoly támogatókkal beállt a rendezvény mögé, és hogy ennek a történelemkönyvnek mi lehetünk az írói, mert gyakorlatilag ilyen Magyarországon még nem volt karate liga, még ilyen formában nem volt, és egy nagyon komoly sportszergyártó cég is, illetve a Magyar Karate Szakszövetség is mögé állt, és innentől kezdve gyakorlatilag pozitív értelemben egy lavina indult meg, mert a helyi vállalkozók is mögé álltak az ügynek. A Magyar Karate Társadalom vezetői és versenyzői is mögé álltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy egy ilyen rendkívül komoly helyzet adódik, egy összefogással át tudtuk hidalni ezt a problémát. A mezőnyben a szűkebb és tágabb elithez tartozók kaptak elsősorban ezen a versenyen lehetőséget hosszú szünet utáni versenyzésre. A felnőttek mezőnyében tatamira lépett a jövő évi olimpiai kvalifikációra készülő hat magyar versenyző közül az egyik legesélyesebb karatés a tokiói olimpiára. Általánosan a versenyszezonnak májusban, júniusban vége szokott lenni, úgyhogy ilyen szempontból amúgy már csak 2-3 versenyünk lett volna hátra. Most viszont szeptemberben ugye nem úgy indult, ahogy szerettük volna, viszont maga a készülés, illetve a formába hozás az megtörtént. Sajnos én is áldozatul estem a pozitív koronavírusos esetének, úgyhogy ott is volt szeptemberben egy 2 hetes kihagyás, de azt követően ismételten szisztematikusan építettük fel a munkát, és hát alapvetően a jövő júniusi kvalifikációs versenyre készülünk. Hány pont kell, vagy mi helyezést elérni a kvalifikáción, hogy képviselhessd az olimpián Magyarországot? Hát ugye az olimpiai kvalifikáció az már egy egyenes kijutásos olimpiai kvalifikációs torna, úgyhogy mindenképpen az első 3 helyezett között kell végeznem ezen a tornán, ugye az összevont súlycsoportban, úgyhogy az a cél, hogy dobogós helyen végezzünk, és azzal a kvótát is meg tudjuk szerezni. Ha van egy nemzetközi erősorrend, vagy lista, hivatalos top 10 vagy 12, abba azért már az eredményeid alapján feltétlenül ott vagy? Igen, alapvetően a világranglista első 10 helyezettjében benne vagyok a súlycsoportomban. Voltam világranglista első helyezett is. A top 10-et azt az elmúlt 5 évben azért sikerült megtartani. Egyszer hátrébb, egyszer erőrébb, de alapvetően ott vagyok a súlycsoportnak az elitjében. Jól érezte magát mindenki a jól szervezett bátaszéki versenyen a Liga Kupa első fordulójában. Amíg a tatamin zajlott a valóban magas színvonalú küzdelem,
A kulisszák mögött a polgármesteri tárgyalóban és ott a helyszínen is újból szóba került, mi lenne, ha a Magyar Karate Szövetség meg annyi cikádor, illetve székikupa sikeres megrendezése után felkérné a bátaszékélyeket egy valamilyen nagy nemzetközi verseny megrendezésére.